Köszönöm szépen. Az MLM lényege az, hogy az ismerőseink közül minél többet beledumáljunk ebbe az üzletbe. Köszönjük szépen. Legalábbis egy frissen csatlakozott munkatársunk ezt mondta nekünk. Szerintem pedig nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy online információk átadására online eszközökre van szükség. Szeretnék egy hangfájlt lejátszani, aki tudja, hogy ez micsoda, egy ötösére nyugodtan kiabálja be. Nem? Ez a ti barna DXN-es oldalatok. Amire nekünk szükségünk van, annak ilyen hangja van. Nekünk egy olyan járműre van szükségünk, aminek, hogyha az oktogonon gázt adsz, az Andrássy úton maga alá rántja, úgyhogy a hét vezér inog a lován a hősök terén. Az érkeztető oldalnak az a jellegzetessége, hogy kevés információt tartalmaz, de az célzottan egy bizonyos problémára van kihegyezve. Tehát nem úgy van, mint az egyszeri vízben, hogy kó meghalt, kedden lesz a temetés, ugyanott Trabant eladó. Csak egy problémára kell fókuszálni. Egy jó érkeztető oldalon két dolgot tud csinálni a látogató, vagy végrehajtja az akciót, amit kérünk tőle. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az emberi agy tudatos része és a tudatalatti rész az hogy aránylik egymáshoz? Ha a tudatos rész 11 mm, akkor a tudatalatti 10 km. Tehát ennyivel fontosabb az, hogy mi a tudatalattihoz, az ösztönökhez, a vágyakhoz szóljunk, mint az, hogy ilyen logikus érveket sorakoztassunk fel. Érzelmeket úgy tudsz jól kommunikálni, hogyha kimondod vagy leírod azokat a szavakat, amik ehhez az érzelemhez kötődnek. Tehát ha én azt mondom, hogy mi is szoktunk hirdetni, nekünk a legjobb kampányunknak a legjobb napi teljesítménye 40 hírlevél feliratkozó volt egyetlen egy nap alatt, de az egy hónap alatt 250-valahány hírlevél feliratkozót gyűjtöttünk. Ezt azért mondom, hogy ha jó a hirdetés szöveged és jó az érkeztető oldalod, a bevállalásról jut eszembe, hogy nekünk van egy olyan 5 éves videó, pontosabban ez az enyém, van fenn a YouTube-on, ahol Cigány Vajdának vagyok öltözve. Aztán drágot és víri, mi a magyarázom nékén ezt a tagadókermát? Elmondok most néhány dolgot, megmutatom a képeket, hogy lehet belőle tanulni. Tehát ennek az adta az ötletet, hogy az Angela Merkelről láttam vagy 6 képet egy montásban, és mindenképpen így tartja a kezét, és az volt a felirat, hogy a pillanatragasztó nem játék. Ehhez az kell, hogy legyen néhány ember, aki bemeri vállalni, hogy izomból röhög. És hogyha megnézitek, azt mondom, hogy oda akarok menni, hogy mind nevetnek. Tehát vonzó lesz a kép, és semmit nem kell csinálni, ott van egy kávéscsésze, meg ők itt röhögnek. Tanuljátok el, és használjátok a saját dolgaitokra, gondolkozzatok így, hogy hogy lehetne ebből a legtöbbet kihozni. A hátralevő 2 percben elmondom nektek a kereső optimalizálást átolcettig. A kereső optimalizálást ehhez a stúdió keverőpulthoz tudnám hasonlítani. Van rajta néhány darab potméter, amit, hogyha bármelyiken tekersz egy kicsit, meg se hallod füllel, hogy mi változott, de a hangmérnök érti a dolgát, akkor abból egy nagy... És ez mind megvan, akkor hasítani fogtok online. Remélem tudtam segíteni. Sok sikert mindenkinek.